Szép péntek délutánt kívánok, ez a Weekend. A mai műsorban lesz szó a televíziózás napjáról, a múlt heti Prima díjátadóról és egy Patchwork kiállításról is. No de, első vendégeim már itt ülnek a stúdióban, ezért is érdemes elmondanom, hogy a Széchenyi és diákok nagyon aktívak voltak az elmúlt évtizedekben, de most is. A közelmúltban például 5 tizedikes diák kisfilmben üzent a világ vezetőinek, akik hamarosan Párizsban gyűlnek össze a klímacsúcs konferencián. De az iskola gépírói is kitűnő sikereket érnek el évről évre. Vendégem a Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa, Tarné Földes Ibolya és egyik diákja, Szakos Enikő. Szerbusz tanárnő és szerbusz Enikő. Szerbusz. Enikő, téged faggatlak először. Frissek az élmények, a közelmúltban Csehországban jártál, de egyáltalán ez milyen verseny volt, ahol megmérettetted magadat, tudásodat, ujjaidnak a gyorsaságát, és egyáltalán hogyan lehetett oda kijutnod? A Nemzetközi Ifjúsági Gépíró versenyen vehettem részt. Az előzménye az volt, hogy az országos versenyeken olyan eredményeket értem el, hogy a Magyosz erre felfigyelt, és ezért felkérést kaptam, hogy az iskolámat és Magyarországot képviseljem. Hát ez nagyon-nagyon nagy dolog, úgyhogy gratulálok tényleg az egész stáb nevében, de milyen eredményeket kellett elérni? Gondolok itt arra, hogy mennyire kellett gyorsan gépelned egy-egy szövegedbe. Hát az országos versenyeken még nem volt olyan erős a mezőny, de odakint az első helyhez azért még fel kell nőni. Én itt... Nem is tudom, hatodik lettem? Hetedik talán? Lettem. Hetedik. És 12.700 leütéssel, fél óra alatt. Nekem van olyan kollégám, ez azért megdöbbentő, aki így két ujjal lassan, ilyen fél óra alatt begépel két sornyi szöveget, úgyhogy tényleg ejha. Ez kuriózum amúgy a Széchenyiben is, mondjuk a többiek terén, vagy többiek mellett is sokkal gyorsabb, vagy hogy érzed? Hát igen, 9. osztályban azért figyeltek fel rám, és azért már vittek rögtön versenyre, mert szerintem meglepő volt tanárnőnek. Gyorsan gépelt, dupla annyit gépelt, mint a többiek. Tényleg? Most a csúcs teljesítmény egy perc alatt mennyi? Hát 560 leütés. Mindenit. Igen, tehát tényleg nagyon sokat gépel. Mennyi? 9 sor körülbelül egy perc alatt. Úgyhogy még nem találkoztam ilyennel az iskolában, de azért... Én sem még ilyennel. Tehát ha elkezd gépelni, akkor úgy elkezd lüktetni a szívem, és és mindenki nézi, és gyönyörködik benne. Tehát tényleg gyönyörűen, nagyon gyorsan gépel. Na de mennyi ebben a hiba? Hiszen azért itt vannak elütések, félreütések, igen. Mennyire gyakori amúgy egy ilyen gyorsaságú gépelésnél, hogy az ember tényleg hibázik, hopp, azt érdemes törölni, vagy inkább már tovább megyünk? Rögtön törölni kell, azonnal törölni kell, és tényleg fontos a backspace-nek a jó, gyors kezelése, de a cél az, hogy minél kevesebbet javítson. Hát nekem biztos kellene egy 11. új, hogy folyamatosan tudjak javítani, mert biztos, hogy annyi elütésem lenne. Én is a Széchenyiben tanultam, 10 ujjal gépelem a kis tévés anyagokat, és leveleket, és bármit, tehát azért az elvet mindenki ismeri, és tényleg megdöbbentő az, hogy a leányzók és fiúk mennyire gyorsak a Széchenyiben, milyen jellegű sikereket érnek el, tényleg, ahogy említettem, évtizedek óta a diákok. Igen, hát folyamatosan országos, szép országos eredményeket érünk el. Tavaly előtt országos másodikok voltunk, úgy emlékszem, de többször nyert már az iskola első helyen, többször végzett.
Hát megemlíteném Pázmándi Katalin tanárnőt is, Fehérnével Lele Erzsébet kolléganőmet. Ők tanítottak engem. Igen, igen. Nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon komoly színvonalas munkát végzünk így mindannyian. És hát is édesanyámról is szólnék egy nagyon picit. Ő is talán 20 vagy 30 vagy 40 évet töltött ott a Széchenyiben, és nagyon komoly sikereket ért el, nemzetközi és világbajnokságra vitte a tanítványait, és eljutottak az olimpiáig is. Úgyhogy vérbeli gépírás tanárok vannak a Széchenyiben, úgyhogy mindenkit bíztatok, aki meg szeretne tanulni gépelni, hogy várjuk szeretettel. Nekem a műsor elején, illetve előtt elmondta Enikő, hogy lényegében nem volt tanári kísérete, vagy szülői kísérete, hanem a magyosz, jól értettem? Igen, a magyosz, tehát magyar gyorsírók. Gyorsírók és gépírók országos szövetsége. Hogy neki két titkára vagy... Egy nemzetközi titkára, úgy hívják, hogy Dobos Anita, és a másik pedig, a másik egy kutatási titkár, ő hogy pedig Palcsán Bernadett főiskola munkatársa. Ők kísérték, de azért mi folyamatosan a Facebookon tartottuk a kapcsolatot. Igen, amit felállt. És mondtam, hogy mit csináljon, hogy csináljon, mit tapasztal, hogy kellene, tehát állandóan kapcsolatban is segítettem, ugye? Na de mi érdekességképpen el lehet mondani erről a két kísérőről, a magyoszos kísérőkről, hogy ők is a Széchenyiben tanulták a gépírást, és kiválóan tudnak gépelni. Egyikőjük, Palcsák Bernadett folyamatosan jár országos és nemzetközi versenyekre, és nemrégiben gyorsírás-gépírás összetett kombinációban nyert is. Amúgy a gépírást, gyorsírást manapság kinek érdemes megtanulni a tanárnő szerint? Arra gondolok, hogy ugye még évtizedekkel ezelőtt tipikusan titkárnői feladat volt, illetve titkárnői lehetőség, hogy na most akkor meg kell tanulni, hogy ezt az adott billentyűzetet hogyan használjuk, és minél gyorsabbak legyünk. Azért gondolom, itt változott a dolog. Változott a dolog, és úgy, hogy bekerült a NAD-ba is, tehát a Nemzeti Alaptanterbe is, hogy általános iskolában javasolják és tanítható a gépírás, tehát bármelyik általános iskola indíthatja. Nyilván felkészült gépírás tanárokra van szükség, és én azt mondom, hogy onnantól kezdve lehet elkezdeni tanulni a gépírást, és nagyon fontos, mert a gyors adatbevitelre mindannyiunknak szüksége van, mindegy, hogy milyen szakmánk van, amikortól jól olvas, tehát folyékonyan tud olvasni, onnantól kezdve mehet a gépírás. És a helyes írás is milyen fontos és egy ilyen dolog. És a helyes írás is, így van, teljesen egyetértek a helyes írással is. Minél hamarabb kezdik, annál könnyebb a középiskolai tanároknak őket ráncba szedni, mert ugye már kialakult egy bizonyos írástechnika, igen. De úgy gondolom, hogy meg lehet velük szerettetni, és rájuk lehet beszélni azt, hogy érdemes a tízujjas vakírást megtanulniuk. Szakos Enikő, gratulálunk még egyszer, és Tarné Földes Ibolya tanárnő, köszönöm szépen azt, hogy itt vagytok, van tanárnő is, és hogy elfogadták a meghívást. Most pedig egy bejátszás következik, hiszen a játék kockás alkotást célzott és tervezett is lehet. A veselényis diákok például az elmúlt hónapokban fekete-fehér, valamint a szürke meg annyi árnyalatú kockáját használták fel, és op-art stílusú képeket készítettek. Ezeket most amúgy a Legógyárban állították ki, ott lehet megnézni. Két éve merült fel a veselényisekben, hogy 24 óra alatt játékkockákból rakják ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképét. A több száz diákot megmozgató rendezvényt végül tavaly szervezték meg a nyíregyházi legógyár támogatásával. Akkor az az igazság, nem gondoltuk, hogy ez a kapcsolat ilyen sokáig fog tartani. Az építés után négy diákon megkeresett azzal, hogy a maradék kockákat felhasználhatják-e arra, hogy saját kreativitásukat kifejezzék. Ennek a végén azt vettük észre, hogy év végére a magatartási gondok eltűntek, illetve az eredményeik javultak, és 2014. szeptember 1-én alakítottuk meg a Teker nevű csoportunkat. A nemzetközi sikereket elérő csoport tagjai közösen ötletelnek, hogy mit is valósítsanak meg. A csoportnak 9 tagja van, én vagyok az egyedüli lány, 8 fiú. Kb. Egy évvel ezelőtt születtek ezek az ötletek, és azóta is folyamatosan ötletelünk. Közösen szoktuk megbeszélni, hogy miket tervezünk, miket lehetne a fekete-fehér kockákból kihozni, és ez alapján születtek meg ezek a képek.
Milyen képeket láthatunk, mesélj egy-kettő kedvencedről akár? Nekem a James Dean a kedvencem, azt együtt csináltuk a fiúkkal, tanár úr is besegített néha, hogyha volt ideje, és nekem az a kedvencem, mert abban nagyon sok munkám van. Milyen jellegű képeket alkottatok az elmúlt hónapokban még ezen kívül? Opás stílusú képeink vannak, Lamborghini projektünk van, és hát vannak különböző opás stílusú képeink is, inkább fekete-fehérek. Mi a technikátok? Mire ragasztottátok, vagy raktátok fel egyáltalán a LEGO darabokat? Nincsenek ragasztva a képek. Ezeket sima felületen építettük, és úgy kereteztettük be egymásra, vagy alapokra építettünk. Több tízezer kockát használtak fel a diákok az elmúlt hónapokban, ehhez szükséges az iskola partnere a LEGO támogatása és szakmai segítségnyújtása is. Folyamatosan gondolkodunk természetesen azon, hogy hogyan tudjuk azokat a tehetségeket segíteni, akik valamilyen szinten kötődnek a LEGO-hoz. Ezek lehetnek olyan gyerekek, akik tényleg nagyon kicsikék, vagy lehetnek éppen nagyobbak, vagy lehetnek valóban középiskoláskorúak, mint azok a tehetségek, akik ezeket a gyönyörű alkotásokat összehozták. Az, hogy tehetségeket kutassunk föl, tehetségeket gondozzunk, ez nagyon sok téren szükséges számunkra, és ezt valóban fontosnak is tartjuk. Miért pont ezek a tehetségek vannak ebben a körben most benne? Hát egyszerűen azért, mert ezzel az iskolával eleve volt egy jó kapcsolatunk, van egy jó kapcsolatunk, és ebben a körben én azt gondolom, hogy egy nagyon jó találkozási pont volt az, hogy olyan gyerekeket, olyan fiatalokat tudjunk támogatni abban, hogy LEGO-ból tudjanak ilyen gyönyörű alkotásokat készíteni, amik valóban aztán példamutató értékűek lehetnek, nem csak az alkotásuk maguk, hanem az az út, az a mód, ahogyan ezek a fiatalok gondolkodnak, és szeretnének fejlődni és példát mutatni más diákok és más emberek számára. Azt gondolom, hogy ez a felelősség minden gyárnak az életében megtalálható. Mi kifejezetten figyelünk arra, hogy ilyen jellegű tehetséggondozásban is kivegyük a részünket kollégáinkkal együtt. A veselényis diákok munkáját a gyár játékcsomaggal ismerte el, az alkotásokat pedig a nyíregyházi központjában állította ki. Vissza, papó. Hát igen, ez nagyon érdekes a televíziózás történetét tekintve. Ugye 36-ot írjuk, tudjuk azt, hogy Németországban olimpia van, mint ahogy látjuk a képen is. Ugye több ország nem vett részt, tudjuk, hogy milyen okuk miatt. És ezért ez egy óriási löketnek számított európai szinten, hogy beindult egyfajta képi információnak a közvetítése. Most azért ezt úgy kell elképzelni, ezt az olimpiai közvetítést, és ez úgy történt a valóságban, hogy néhány fontos kulturális intézményben, bevásárlóközpontokban, nagyobb tömegeket vonzó helyeken televíziós vevőkészülékeket helyeztek el, és ott nézhette az utca embere, illetve hát az érdeklődők a közvetítést, hogy tulajdonképpen mi történik a stadionban. Na de Magyarországon ez még váratott magára. Hát váratott elég sokáig, de hogyha nagyon akarunk ugrandozni és csapongani, akkor el kell mondani ezt, hogy már 1922-ben már most a komolyabb televíziós kísérletekről beszélek, mert rengeteg volt korábbi időszakban is, egészen 1884-ig nyúlik vissza, amikor a Nipkow-féle tárcsával próbálkoztak, és mindenféle mechanikus televíziózást próbáltak bevezetni, hát ez nem igazán sikerült, különböző okok miatt. De 22-23-ban már, az Egyesült Államokban már volt fekete-fehér televíziós közvetítés. Tovább ugorva nagy léptékekben 1953-at írjuk, amikor Amerikában az NTSC színes rendszer, ugye tudjuk azt, hogy többféle kísérlet volt ebben is, végül is egy nemzeti megegyezés alapján egy önálló rendszert próbáltak kiépíteni Amerika számára, amit hát aztán tudjuk, hogy a világ több pontján terjedt el. Igaz, hogy nálunk teljesen más, mi a német párrendszert vettük át, de már akkor ez a dolog működött. 53-at írjuk, ahogy mondtam. 53-ban Magyarországon az akkori állami és pártvezetés úgy döntött, hogy Magyarországon is el kell valaminek indulni ez ügyben,
és már akkor mindenféle kísérleti jellegű dolgok történtek. Főleg itt a postát kell beleérteni, akiknek kvázi mondjuk feladata volt ez a dolog, de ugyanakkor a mechanikai labor is különböző cégek gyártottak olyan berendezéseket, amelyek hát a televíziózásnak mondjuk azt, hogy a fekete-fehér televíziósnak az alapjai voltak. Tehát itt kamerákat is próbáltak gyártani, közvetítő kocsit például egy Ikarusz autóbuszba próbáltak beépíteni, de ez nem igazán jött össze, hisz Magyarországnak nem volt igazából a televíziózáshoz korábban sok köze. Rádiót gyártottunk, az Orion gyártól kezdve lefelé lehetne sorolni, nagy sikerrel, és ez a világ minden pontjára juthat. A televíziónál nem így volt. Az 50-es években ezek szerint elkezdett szépen virágozni hazánkban is a televíziózás, a tévézés. Ennek ellenére szűkebb pici hazánkat, hogyha nézzük, mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét vagy Nyíregyházát, a 80-as évekig várni kellett máshol is a helyi televíziók beindulására, viszont örömmel jelentem be, hogy aki nem tudná, hát neked elég sok között volt az itteni induláshoz, és ezzel kapcsolatosan hála az égnek, hoztál nekünk pár képet, amit a nézőknek szintén tudunk majd mutatni. Mikori dátumot is írunk pontosan? Én csak annyit mondtam, hogy 80-as évek. 85, ha most az első kísérleti komoly adást veszik alapul, 1985. március 4-e, a dátum, amikor az első kísérletkedés elindult. Itt a fiúk most gyors ütemben végig próbálják követni a fejlődést, amíg aztán eljutottunk egy komplett televíziós stúdió kialakításáig. De az első két képen, sőt ezen is te látható. Igen, ez a régi stúdiónknak egy beszélgetés műsorának a díszlete, amit látunk a képen. De hogyha a kollégák vissza tudják tenni az első képet, az 1985. május 1-én kész, igen, ez azt köszönöm. Ez a május 1-i felvonuláson készült, és még itt lehet látni, hogy VHS, ahogy lehet látni a kamera a kezemben, és a Varga Zoli nevezetű külsős kollégánk, aki a Volán vállalatnál dolgozott, és már ők rendelkeztek egy ilyenfajta készülékkel, adta kölcsön és segített nekem a felvételek elkészítésében. Ha a következő képre át tudunk menni, akkor látni fogjuk azt, hogy az első igazán komoly berendezés, az úgynevezett Jumatic rendszer, lett tulajdonképpen a televízió beindítva, a profi színvonalat tekintve. Ez pontosan a Városház előtt készült. Cserbenyák Kati kolléganőm tartja a vállán, akkor még a rögzítő berendezést külön kellett tartani. De jó, hogy most már neked tartani. Nem kell ilyet tartani. Mi? Igen, és egy kábellel voltunk összekötve, ami hát nem biztos, hogy mindig szerencsés volt. Szimbiózisba kellett a kamerával, meg a kollégával is élni ezek szerint. Igen, egyszer majdnem kirántották a kezemből a kamerát, egy kisgyerek közöttünk elszaladt, és ugye én közben dolgoztam, és nem vettem észre, hogy de hát a technikai fejlődés már látható a következő képeken, és ugye az előbb így gyorsítva láthattuk. A Kölcsei TV is lassan-lassan ugye nagykorú lesz. Igen. És hát hihetetlen a technika fejlődése, tehát kettőt pislog az ember, pár évvel ezelőtt még az volt idegen, hogy HD, most már az idegen, most már nem is nagyon idegen, hogy 4K. Hát azért még ne rohanjunk, ennyire ne rohanjunk, mert tulajdonképpen még a HD technika sem terjedt el olyan mértékben, ahogy kellene. A vezető gyártó cégek nyilván haladnak méghozzá borzasztó nagy ütemmel, amit hát képtelenség követni. Nem csak fizikailag, hanem anyagilag sem, vagy legfőképpen anyagilag nem. Igen, szóval ez egy nagyon fontos dolog, és kellenek ilyenek, és minél tökéletesebb, és minél jobb legyen. De hát, ahogy mondtam, azért ezeket a lépcsőket nem biztos, hogy kiszabad hagyni, vagy kell. Biztosan sokan csalódnak, akik 4K-s televíziós készüléket vesznek, hogy azért otthon, ha bekapcsolja és ráteszi a kis vevőjét, az antennáját, nem biztos, hogy meg fog elégedni ezzel a képminőséggel, amit mondjuk a bevásárló központban látott, mert
hogy ugye teljesen más a kategória. Én nagyon remélem, hogy 10 év múlva arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor a HD még gagyi volt, úgyhogy remélem, hogy ilyen dolgokról is fogunk tudni majd akkor beszélgetni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, rengeteg mindenről tudnánk még beszélni, hát ennyi idő hát egy ilyen témának, hát még el se kezdtük. Igen. Majd máskor hozok egy-egy bögre teát, és akkor úgy jobban, meg hosszabb időt tervezünk, és akkor meg lesz úgy. Viszont ne menj még sehova, mert képzeld el, hogy múlt szombaton a Murray Zsigmond Színházban egy újabb darabot mutattak be. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnádi Csaba rendezésében mutatja be a társulat. A címszerepet Slanger András alakítja, vendégművészként pedig Trokán Annát is láthatja a közönség. Ez következik most, rövidítve. Igazán maradandó darabok azok mindig aktuálisak. Azok olyan alapvető emberi dolgokról szólnak, mind belső problematikáról, mind pedig társadalmi kérdésekről, mind pedig ember-ember közötti kapcsolatrendszerek bonyolultságáról, amelyek újra és újra életre tudnak kelni, hiszen azok a problémák, amivel mi küzdünk emberek, ha úgy tetszik, évezredek óta azok igazából ugyanazok, alapproblémák. Párválasztás, vágyak, elfojtások, társadalmi közlekedés, hatalomra ácsingózás, pénz, szeretet, barátság, család. Tehát ezek a fogalmak, ezek örökérvényűek, ezzel fogunk birkózni még szerintem 150, 200, 1500, 2000 év múlva is. És azok a darabok, amelyek fölmaradnak a irodalomkritika, színházkritika rostáján, és elsősorban a nézők szűrőjén, azok a darabok mindig aktuálisak, és mindig van éppen életre hívható mondani valójuk. Én azt gondolom, hogy én bármit magyarázok itt, az teljesen indiferens. A színháztörténet tanúskodik arról, hogy ez a darab időtállónak tűnik. Legutóbb például a Karinti Színházban volt műsoron, Balikó Tamás Isten nyugosztalja főszereplésével, de olyan színészek játszották már, mint Nemcsák Károly, Huszti Péter, Várkonyi Zoltán, Bálint András. 907-ben volt az ősbemutató, abban az évben, amikor Molnár Ferenc előrukkolt a Pál utcai fiúk című kisregénnyel is, ez meghozta egy csapásra számára a világhírnevet. A legenda szerint, de hát ezek irodalomtörténeti tények tulajdonképpen, Bródi Sándor szervezésében egy baráti társaság kiment a Margit szigetre, ma úgy mondanánk bulizni egy hosszú hétvégére, és akkora hó esett 907 telén, hogy nem tudtak egyszerűen szabadulni a hófogságából, és Molnár Ferenc a darabot egy hét alatt papírra vetette unalmában. Az egésznek van egy ilyen Fausti előképe, és Freud hatása is nagyon érződik rajtam. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy mi lenne velünk akkor, hogyha a bennünk bujkáló kis ördögöt szabadjára engednénk, és titkos vágyainknak utat engednénk, és nem folytanánk el azokat a belső gondolatokat, incsiklandozó kis játékokat, amelyeket a társadalmi konvenciók miatt sokszor háttérbe szorítunk, nem engedünk kiteljesedni, hanem hogy úgymond szabadjára engednénk a bennünk lakozó ösztönöket, ami konkrétan most itt egy szerelem, ami ellen szól minden. A konvenciók, a házasságtörés, bizonyos társadalmi különbség, stb. És az ördög, ez a diabolikus figura, amelyik lehet valós lény is, lehet egy metafizikus jelenség is. Nem ez a lényegben, hanem ez egy katalizátor, amely stimulálja a szereplőket az irányba, hogy merjenek őszinték lenni magukkal, merjenek őszinték lenni egymással, és teljesítsék be titkos vágyaikat. Na most Molnár, amikor
kicsit enyhült az idő, akkor az első útja a Margit-szigetről a Víg Színházba vezetett. Pont borotválták az igazgatót, és elkezdte neki felolvasni a darabját. Az ki se szállt a Víg Színház fodrásztárának a székéből. Egyhuzamba meghallgatta, és azonnal megígérte, hogy műsorra tűzik. 6 hét múlva meg is volt a bemutató. Molnár maga rendezte a darabot. Olyan nagy siker volt, egy éven belül már 30 országban játszották, 30 színházban játszották Európa különböző országaiban. Különböző nyelvekre lefordították, egy olasz impresszárja, aki a Víg Színházi bemutatót látta, másnap már lefordítatta olaszra, és torinói társulatával a következő évben egész Olaszországot bejárta ezzel a darabbal. És azóta is újra és újra előveszik színházak. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten magunkra ismerünk, vagy a családunkban valakire, vagy egy történetre, amit az ismerősünktől hallottunk. Én szerintem ez mindig izgatja az embert, hogy mi van akkor, hogyha szabadjára engedi titkos vágyait, és hagyja őket kiteljesedni. A gazságból könnyen kivágja magát az ember, de a láz, az ragad, mint az ember. Akármit mondasz rossz, akármerre fordulsz, egyre jobban beleragadsz, és egy ilyen pillanat örökre bevésülődik a fék szívébe is előtt. Lépcsor a polaszi. Mi kell, mi kell, mi kell.